Sziasztok! Ma egy egyszerű ételt készítettem el, és nem más, és ez nem más, mint a spenót, amit nagyon sokáig úgy készítettem, hogy igazániból semmivel nem sűrítettem meg, tehát ez az annak köszönhető, mert pont amikor életemben először főztem, akkor éppen egy fogyókúrára közepén voltam, és ezért úgy voltam vele, hogy semmiféle habarás, meg semmiféle rántás, meg semmit nem teszek bele. Utána rántással készítettem, és ezt az újfajta módot olyan, hát mennyi lehettem olyan, 26 éves, mikor először láttam egy barátnőmtől, és én most már így készítem el a spenótot, és így sűrítem be, és nekünk ez vágy be a leges legjobban, hogy tulajdonképpen 20 éve majdnem már, hogy úgy készítem ezt az ételt. Nézzétek meg, hogyan is. A spenóthoz fölvágunk fokhagymát, én ilyen ekkora, tehát ilyen nagyobb gerezdeket vágtam, 4-et összesen, és ugye ezt a mennyiséget 1 kg parajpüréhez teszem hozzá. Ugyanígy kezdődik akkor is a főzés, hogyha friss parajból készítjük, csak ugye annyi fog történni, hogy akkor erre a leveleket dobjuk, fonnyasztjuk össze, és tulajdonképpen minden más ugyanúgy működik. Legalábbis én ugyanúgy készítem el frissből is, mint ahogy ebből a fagyasztottból. Közben egy nagyobb tálba összetéptem zsemlét, egy darabot, és nekem szokott maradni így pogácsa, akkor azokat lefagyasztom, és ilyenkor felszoktam ezeket is használni, hogyha nem a pogácsát tettem volna bele, akkor 2 darab zsemlét fogok beletenni ebbe a mennyiségbe. Ide teszek rá borsot, frissen őrölt borsot, az is egy kicsit akkor megpirul, vagy hát kisül egy picit belőle az íz. Sokkal finomabb lesz az íze, hogyha egy picit a fűszereket megpirítjuk. Nehogy megégjen a fokhagyma, most teszek hozzá egy picit tejet. És beleteszem a kibontott, fagyasztott parajpürét. Egyből nyugodtan lehet tenni, majd meg fog szépen olvadni. Hoppá! Ezt sikerült beleejteni. És ide teszem a másikat is. Másik parajpürét. Amennyiben kicsit ilyen krémesebbre szeretnénk, akkor lehet kapni krémes parajpürét, illetve tudunk hozzá tenni tejszínt, vagy mascarpone-t. Abból csak egy-két decis tejszínt hozzátesztek, és akkor ugyanúgy nézitek, hogy kell-e még belefolyadék ahhoz, hogy egy kicsit így folyékonyabb legyen, tehát amikor belefogjátok, ugye fűt. Thank you.
morzsának. Még a fagyasztóból kivett pogácsa még egy kicsit fel kell, hogy melegedjen, hogy szét tudja majd törni rendesen a mixer. Ezt még hagyom. A zsemle az már konkrétan szétfoszlott, ez egy friss, most frissen vettem. Elolvadt. Hát emiatt a zsemle miatt mondjuk nem is kéne már pürésíteni. Ugye régen liszttel, tehát rántást tettem rá, és akkor egy barátnőm mutatta meg, hogy azért ez így sokkal finomabb és tartalmasabb, hogyha ezzel sűrítem. Na most már puhul a fagyasztott zsem, vagy fagyasztott pogácsa is. Egyre jobban belemegy a fakanál. El is készült, úgyhogy most összemixeljük. És akkor mehet a mixelés. Megnézzük, hogy van-e benne még valahol darab. Nincsen. Ha nem elég sűrű, akkor tegyetek még hozzá nyilván még egy kis zsemlét. Ha pedig jó, tehát tényleg pont olyan, ami ennek lennie kell, akkor kóstoljátok meg, hogy jó-e az íze. Én még teszek hozzá egy kis fokhagymagranulátumot, vagy egy picit fokhagymásabb legyen. Vagy én szeretem, ha olyan. Most újra megkóstolom. Jó, még egy pici mehet. És egy nagyon-nagyon pici ételízesítőt még teszek hozzá. És el is készült, nincs más hátra, mint hogy megpucoljuk a tojást hozzá, és tálaljuk. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogy hogyan készítitek el a spenótot, hogyan sűrűsítitek, vagy éppen nem. Tudtok minket követni Budapesti Família néven mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lentátható levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!